volt ez a félkonfliktus, vagy nem ilyen odaszólás a kiválasztásnál? Hogy bogidortával menjen. Hát de most mondta a B, hogy olyan vigyél a Gabit, akinek nem megy. Jó, hogy ezt eldozzuk be. Vagy most miért mennek el Gabival, hogyha így vasolják a pályán? Pont ezért. 2-3! Kívó! Hogy azt az egy pontot akkor eldozzuk be. Jó, akkor nem kell, akkor menjél a gyengébe. Hát most akkor mindegy. Ugye ez a korongos játék volt, és akkor tudtuk azt, hogy a Gabinak nagyon megy. És akkor mondta Dorci, hogy akkor inkább mi lenne, hogyha engem bekockáztatnak, azt úgy is elbukjuk, mert úgyse vagyok benne jó, meg úgyis rossz a lábam. De hát én meg pont nem azt akartam. De jó, azzal nem is lett volna baj, csak utána jött ez a trágárság. Tehát, hogy... Mocskos szája van, nem tudok mit mondani. Én nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy valaki állandóan káromkodva beszél. Na, de most van manifeszkó egyébként? Maradt, nincs, ugye, nem volt. Jó, megértem egyébként. Valahogy meg kell oldani azt, hogy egymás mellett éljetek. De én a legtávolabb vagyok ettől az egésztől, hogy most itt vitatkozzunk. Na, az legyen is így szerintem. Szerintem a mai összeszólalkozásunk mindenképpen csak abban nyilvánult meg, hogy már itt vagyunk 2 hónapja, és valamilyen szinten most ütközött a személyiségünk, de ebben nem látom azt, hogy ez később bármilyen problémát jelentene. Itt egy picit szerintem mind a ketten feszültebbek voltunk, úgy szóltunk a másikhoz, hogy máshogy is lehetett volna, és meg lehetett volna ezt normális hangnemben is beszélni. Ez most így jött ki, de bízom benne, hogy Dorciban sincs semmiféle szálka emiatt. Megnyugodtál? Ma egy kicsit feszkósabb nap volt, ja. Igazából most jött ki, hogy nem tudunk Bogival együtt élni. Tehát, hogy akárhogy próbáljuk jól csinálni, amúgy megy, tehát, hogy sokkal normálisabb a helyzet, de nagyon különbözünk. Én annak örülök amúgy, hogy te elfogadod és törekedsz arra, hogy megtartjuk azt az aranyközép, vagy megtartsd azt az aranyközép utat, ez nagyon jó amúgy. Maradj ezen az ösvényen, amin elindultál, és ez amúgy nagyon jó. Ahogy Gerinek is mondtam, én nagyon próbálok odafigyelni, hogy Bogival megtartsunk egy normális viszonyt egymás közt. Viszont ezt elég egyoldalúnak érzem, és nagyon-nagyon sok energiát elvesz ez tőlem, és ma jött el egy olyan pont, amikor így elfáradtam fejben, elfogyott a türelmem, és muszáj volt valahogy ezt kiengednem magamból.